mondja, de nekem légy szíves. És akkor ezt így kell megfogod, gyere, nézed, így megfogod, belül tartod a kezed, és ezt itt rányomod, és így. És akkor ezt szépen rá kell nyomni, ezt még átcsinál alul is, jó? Versegi Ferenc. Generációk hallhatták már e szavakat, és láthatták már e mozdulatokat a népművészet korosodó, ám de még mindig ifjú mesterétől. Igen, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. Most már több éve csináljuk ezt, és azért jó, mert vannak olyan gyerekek, akik már a kerámiába alkotnak, tehát felnőttek már is ott alkotnak, és nagyon tehetségesek. És önmagában az egy jó dolog, hogy van egy darab agyag, egy marék föld, amiből tudnak alkotni, és egy maradandot tudnak alkotni. Na most, ha egy ilyet tud valaki létrehozni, és ott van, ha nem is ebbe fog alkotni későbbiek folyamán, de megérzi az alkotásnak az örömét, és ez nagyon-nagyon fontos, és hát abban is bízunk, hogy lesz, aki majd esetleg a fazekasságot fogja választani. Mert hát csodaszép dolog, hát ez. Az ember odajön a koronkhoz, és egy 10 perc, 4 óra múlva ott van egy edény. Ugye még nem használhatom, mert égetni kell, meg pucolni, meg egyebek, de ott van. És itt látom a gyerekeknek, hogy vannak visszatérő gyerekek, és azért jönnek, mert tavaly is sikerük volt, és örülök neki, mert ez látszik az, hogy jó talajra vetjük a magot. Ez így most, azt hiszem, harmadik éve csináljuk, de korábban iskolában volt, a tátos iskola keretén belül, a 6 évig csináltam, onnan lett, aki kimondott képzőművészettel foglalkozik, 3 is, tehát azért a művészet felé orientálódtak, egyik a szobrászat, a másik a grafika, mert ugye itt vannak, de van, aki látom, hogy az agyakhoz nem biztos, hogy olyan érzéke van, de hihetetlen forma érzéke, és akkor elkezdtünk rajzolni tavaly is. És nem mereven kell ragaszkodni ahhoz, hogy na most itt csak az agyag van. Az ember meglát benne valamit, akkor azt kell kibontani. És hát végül is azért vagyunk. Mert a gyerekeknél az alkotás öröme, az látom, hogy csodálat. Nem tudok úgy végigmenni az utcán, Tornán, Szekszárdon, de sok még Bonyhádon is, hogy rám ne kiabáljanak, hogy csókolom Feri bácsi, mert de jó volt, amikor ott voltam, és most is ugye jönnek vissza, őt meg lett hirdetve, és ahogy jöttek a telefonok. Na persze, lehet jönni, csak most az a kicsit gond, ez a vírus járvány, de hát látszik, most azért 15-en vagyunk, és ez egy nagyon jó dolog. Hát, nem kint lófrálnak, hanem meg nem számítógép mellett ülnek, hanem manuálisan, fantáziát megerőltetik. Nem is kell megerőltetni magukat, mert azért hát a gyereknek a fantáziája az hihetetlen gazdag. Nekem nagyon tetszik ez a tábor, szerettek agyagból készíteni dolgokat, fali képeket, tárgyakat, üvegeket, mindent. Mi a véleményed a Feri bácsiról? Nagyon kedves és őszinte. Másfél óránál többet nem bírnak ki a gyerekek. Abban viszont aktívan tudnak dolgozni. És ezért, hogy másfél órát szoktunk foglalkozni a foglalkozással. És hát most ugye tavaly hetente volt, de az idén most két hetente, ha jól tudom, két hetente lesz. Ez, mert tehát van többfajta tábor is, tehát grafikától kezdve több minden. És ez egy nagyon jó dolog. Nagyon jó dolog. Csak hát ugye itt az anyagi hátterét is ugye biztosítani kell nekik, mert azért ez nem is egy olcsó dolog maga az egész, az agyag meg, hát az égetés az meg sajnos megint csak nem. De hát a gyerekeknek ki kell égetni legalább egy-egy munkát, mert azért hát ők azért vannak, és hát nekik büszkén oda kell tenni, hogy na, volt tavaly, aki az édesapjának a születésnapjára csinált egy elég komoly ajándékot, voltak az édesanyjának, nagymamának, és azért ez egy nagyon, amikor azt tudja mondani, hogy na hát, mama, ezt én csináltam neked, és ez
És ez fontos, és a gyereket nem szabad ebben visszafogni. Mit csinálsz éppen? Egy rózsát agyagból, már két dolgot csináltam. Mióta jársz ebbe a táborba? 3 éve, harmadszor vagyok itt, és nagyon szeretem. És miért? Hát van képzelőerő, művészet, és nagyon szeretem a művészetet. A szakmát a Sárközi Népművészet egyik utolsó nagy alakjától, Tamás Lászlótól tanulta. Egész életében, és most is azon igyekszik, hogy a népművészet tovább éljen. A város vezetése is támogatja, a magháznak a dolgozói is nagyon rátermettek, és benne vannak ebbe. És hát tényleg a lokál patriotizmus, mert hát a helyi gyerekeket, hát hogy a csodában. Hát most voltak más településről is. Mert ott nem hoztak létre egy ilyet, pedig ott is van kollega, aki tudna velük foglalkozni, de türelme nincs hozzá. Most a gyerekhez hihetetlen nagy türelem kell. És azért mondtam is, hogy tavaly is, hogy 15-nél több nem lehet, mert már ott is a szülőknek be kellett segíteni, mert hát egymagam nem tudok annyi felé odafigyelni, meg hát nem ismerek minden gyereket. Hát volt olyan, akivel hiába beszéltem kedvesen, szépen, bezárkózott, és akkor az anyuka mondta, hogy hát ő egy ilyen alkatú, aztán végül a második alkalom után már rájöttem arra, hogy hogy lehet hozzá közel kerülni. Tehát ezek is fontos dolgok, mert a gyerekhez értően kell vele foglalkozni. Mert nem lehet egy sémát hozni az összes gyerekre, mert minden gyerek külön individuum, és velük külön-külön kell foglalkozni. Itt is látom, hogy van, aki szerényebb, de tehetséges, de majd kialakul ez is. Arra vigyázz, hogy a tetején ne legyen elvékonyítva, mert akkor perepedeznék szépen, össze tudod csinálni. Jó? Egy kicsit vas, úgy, olyan vastagnak legyen. Igen, és nagyon jó, csak az, hogy igen, erre vigyázz, igen, így, és szépen simítsd össze. Tökéletes. Nem először anyagolva. Nem. Soha nem nyúlok bele a gyerekek munkájába. Tanulóimnak soha, voltak 9 tanuló volt, az ő munkáikba sem nyúltam bele soha. Rávezetem szóba, hogy hol az, ami változtatni kell, mert ha ő kijavítja, akkor azt ő többet, azt a hibát nem követi el. Tehát úgy kell vele foglalkozni, hogy értse meg, ne sértődjön meg, mert ez nagyon-nagyon fontos.